Cum Deo pro patria et libertate. Ezzel a szobor talapzatán található idézettel is köszöntöm nagy szeretettel a magyar kormány nevében önöket a mai ünnepen, amikor II. Rákóczi Ferencnek állítunk szobrot a róla elnevezett főiskola szomszédságában. Ide állítjuk, hogy időről időre ráemelve a tekintetünket, eszünkbe juttassa mindazt, amit az ő történelmi alakja számunkra jelent, és erőt adjon mindahhoz, amelyet feladatul kaptunk, Istennel a hazáért és a szabadságért. Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig az ősi törvények szégyenletes eltörlése. Lépésről lépésre, komoly áldozatok árán a teljes néhány tanulatlan paraszt katona lelkesedéséből indult országosséget. Ezért tudtuk mindig újrakezdeni. Én egy katonai értelemben levert szabadságharc végén. II. Rákóczi Ferenc itt lépett magyar föld. A falvaink és városaink barokk templomaira és iskoláira képen is azt szeretnénk, hogyha Ukrajnának is a hasonló út nyitva lehetne. Mindenkire számítunk, és mindenki számíthat ránk, aki megkívánja adni szövetségeseinek mindazt. A kárpátaljai magyarság sokszorosan bebizonyította, nem csak múltja jelene, hanem jövője is van ezen a földön. Bízhatunk mi is abban, amit a nagyságos fejedelem iratott az ászlajára, Justam causam Deus non dere linquet, Isten az igaz ügyet nem hagyja el. Köszönöm a figyelmet. Katolikus templomnál aztán ide sétálsz. Rákóczi fejedelemnek az alakja 3 évszázad után is komoly üzenetet hordoz a határon túli magyarság számára, egyébként összmagyarság számára is. Ne felejtsük, hogy innen Kárpátaljáról indult a Rákóczi szabadságharc, ide is tért vissza a fejedelem, még mielőtt el kellett, hogy hagyja az országot. Tudjuk azt, hogy a magyar nemzet történelme során egyedülállóan nagy áldozatokat hozott a szabadságért, és ezért érezzük ma is úgy, hogy a határon túli magyar közösségeket, akkor is, hogyha már nem tartoznak az anyaországhoz, megilletik azok az alapvető szabadságjogok, amelyek valamennyi nemzetiséget megilletnek, így például az anyanyelven való oktatáshoz, az anyanyelvű oktatáshoz való jog.